Sziasztok! Ismét itt vagyok. Várjatok egy pillanatot. Igen? Hello? Hello. Te vagy az, aki a való világot fikázod? Hát, ja, én nyomom. Hogy képzeled ezt? Mi van? Mi ki vagy te? Jó van, nyugi, már használj rá, ne bántsd el, faszolod! Na, te! Mi ki vagy? Ne, üssenek, faszolod! Én képzeltem magadról! Mi? Jó van, bocs, tényleg, befejezem. Ne haragudj, jó. Még egyetlen egyet, léci, kérlek, a Charlotte-ról hadd csináljak egy videót. Na jó, tudod, mint abban benne vagyok, segítek. Jó van. Na, sziasztok, semmi bajom, itt vagyok, ne aggódjatok. Igazából becsatlakozott a műsorba az egyik haverom, aki a kamera mögött van, nem szeretne szerepelni a hangon kívül. Folytatjuk műsorunkat Charlotte-tal, ellátogattunk hozzá is, úgyhogy szia, kedves Charlotte! Hello. Most tényleg te vagy? Örülök, hogy ennyire örülsz nekem. Nagyon izgulok, hogy így megjelentél. Miért jött? Hogy mit kereső itt? Nagyon egyszerű, le foglak fikázni. Nagyon boldog vagyok, hisz erre vártam. Bence kérdezte tőled, hogy hogyan készülsz a villa létre. Meg gondolkodom, hogy milyen ruhákat viszek be. Szerintem ezen nem is kellene gondolkoznod, mert nagyrészt úgyis mesztelenül fogsz ott mindenki előtt rohangálni. Nem tök mindegy, hogy milyen ruhát viszel be. Elmondásod alapján 500 pasival voltál minimum. Kérdésem csak annyi, hogy szerinted ebből az 500 pasiból mennyinek volt nemi betegsége? Nincs értelme számolni, tényleg, hanem élvezni után kell a pillanatot. Hűha, szerintem el kellene menned egy nemi betegség szűrésre egyébként. Elő sem ajánlott. Nem vagy te egy kicsit ribanc? Eléggé. Tényleg? Tehát így mindent erre alapozok. Az igen? Egyébként mit kell tennie egy palinak, hogy téged felizgasson? Mi az, ami tetszik neked? Ha megadja azokat a jelzéseket, amikkel feltűzel engem, akkor már szinte nyert ügye van. Örülnél mi? Mit szólnál két lóhoz és két kutyához egyszerre? Persze, annál izgalmasabb. Nagyon boldog vagyok, hisz erre vártam. Na, de hagyjuk a szexes témákat, hiszen a való világ hadban nem csak mesztelenkedés és szex van, hanem party is. Melegítsünk be mi is DJ Bencével. Ezt egyébként még eddig egyetlen egy valóvilágostól sem kérdeztem, de mi a véleményed a videóimról és rólam? Így elsőre szimpatikus.